Szeretettel köszöntjük a habilitált és az avatandó doktorokat ezen a rendhagyó ünnepségen. Bejelentem, hogy az Egyetem Habilitációs Bizottsága 16 habilitált doktori címet ítélt oda. Az Egyetem Doktori Tanácsa az Állam és Jogtudományi Karon 3, az Általános Orvostudományi Karon 27, a Bölcsészettudományi Karon 8, a Gazdasági Tudományi Karon 4, a Gyógyszerésztudományi Karon 4, a Természettudományi és Informatikai Karon 28 doktori fokozatot adományozott. Felkérem Pál József professzor urat, az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnökét, a bizottság határozatainak előterjesztésére. Magnifice rektor, tisztelt habilitált doktorok! Én dr. Pál József, Egyetemünk Habilitációs Bizottságának elnöke, kinyilvánítom, hogy önöket, akik oktatói és előadói képességüket, valamint tudományos teljesítményüket a törvényes jogszabályokban és az egyetem szabályzatában meghatározott módon kétséget kizáróan bizonyították, a törvény erejénél ránk ruházott hatalommal fogva a mai naptól habilitált doktorrá nyilvánítjuk. Ezzel tudományágokban önálló egyetemi eladások tartásának jogával ruházzuk föl önöket. Felkérem dr. Fülöp Vandát, hogy a habilitált doktorok nevében vegye át habilitációs oklevelét. Ünnepségünk folytatásaként a PhD doktoravatásra kerül sor. Magnifice rektor, tisztelt avató tanács! Miután a megszabott feltételeknek eleget tettünk, és a doktori fokozat viselésére érdemesnek ítéltettünk, tisztelettel kérem, hogy bennünket doktorrá fogadni szíveskedjenek. Tisztelt avatásra váró doktor! Mielőtt az avatásra váró doktorok kívánságát teljesítenénk, hitet kell tenniük arra, hogy az esküben foglaltakat híven megtartják. Ezért kérem, hogy a doktori esküt tegye le. Én, Kocsis Ádám esküszöm, hogy a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett tudás birtokában hivatásomat tudományetikai elveket követve gyakorlom embertársaim javára. A Veritas, Virtus és Libertas szellemében minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a tudományos igazságot a legnagyobb lelkiismeretességgel, szabadon, elfogadatlanul és minél hitelesebben megismerjem, szaktudományom fejlődését további munkámmal elősegítsem. Ismereteimet továbbadjam, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a magyar tudományosság hírnevét öregbítsem, megbecsülését növeljem. Felkérem Vécsei László akadémikus urat, az Egyetemi Doktori Tanács elnökét, hogy a jelölteket a doktori fokozat viselésére feljogosítani szíveskedjék. Magnifice rektor, tisztelt avatandó doktorok! Én, dr. Vécsei László, Egyetemünk Doktori Tanácsának elnökeként bejelentem a következőket. Tisztünknél fogva kinyilvánítjuk, hogy tudományos felkészültségeket előttünk bebizonyították, ezért a Szegedi Tudományegyetem nevében végzettségük elismeréseként önöknek doktori tudományos fokozatot adományozunk. Felruházok önöket mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, amelyek a jogszabály erejénél fogva a doktori fokozat viselőit megilletik. Önöknek most már kötelességük lesz, hogy szaktudományuk tovább művelésével a Szegedi Tudományegyetem tisztességére szolgálják embertársaik javát. Felkérem Kocsis Ádámot, lépjen elő, hogy a doktori jelöltek nevében kézfogásunkat doktorrá fogadjuk önt. Doktorrá fogadom. Köszönöm.
Mint egyetemünk új habilitált és PhD doktorait szeretettel üdvözlöm Önöket. Bízom benne, hogy a habilitált doktori cím birtokában tovább folytatják magas szintű, önálló oktatói, tudományos, alkotói tevékenységüket, és a hazai, valamint a nemzetközi tudományos életben további új eredményekkel járulnak hozzá a tudományáguk fejlődéséhez. Az új PhD doktoroknak kívánom, hogy mindaz, amire itt ünnepélyesen fogadalmat tettek, beteljesült valósággá váljék, legyenek a haza alkotó polgárai a közösség javára és saját örömükre. Munkájukhoz, pályafutásokhoz sok sikert, jó egészséget és személyes boldogságot kívánok. És engedjék meg nekem, hogy néhány szót még az ünnepélyes doktori ülés bezárása előtt elmondjak Önöknek. Ez egy rendhagyó doktori avatás, nem így terveztük. Ez egy olyan pillanat az Önök életében és a mi életünkben, amit minden évben megünneplünk többször is, és nyilván sokkal jobb lenne személyesen. Egy pillanatra álljanak meg, kezdjék el élvezni ezt a pillanatot, és aztán menjenek tovább, hiszen ez csak egy stádium volt az Önök szakmai karrierjében. Mi mindig büszkék leszünk arra, hogy Önök a Szegedi Tudományegyetemen lettek habilitált doktorok, illetve PhD doktorok. Bízunk benne, hogy Önök is büszkék lesznek erre. És ezzel az egyetem doktori ünnepi ülését bezárom.